Pirosba és feketébe borult a Flesskároly Kulturális Központ klubterme. A falon denevérek, elvarázsolt kastély hangulatát idézte meg a dekoráció. Az első kettő novállás kötete, be megszokhattuk, hogy mindig egy frappás lezárás van benne. Harmadik novellás kötetét mutatta be Vizsi Ferenc író, a Drakula kastélyában cím is utal már a kötet misztikus jellegére. A két pszichológizáló novellás kötet után ez egy sokkal szélesebb spektrum, mert krimik, pszichók, thrillerek, science fiction, fantasy, meghökkentő mesék alkotják a zömét ennek a könyvnek. 29 történet a legkülönbözőbb helyszínen és a legkülönbözőbb műfajban. A Drakula kastélyában a 29 történet egyike, innen a cím. Vizsi Ferenc történetei mellett egy másik író meséje is megtalálható a könyvben. Fia, Vizsi Krisztián novellája is szerepel a történetek között. Az egyik karácsonyra meglepett egy felnőtt mesével. Bekötve szépen könyvalakba, ez volt a ő kis ajándéka, és mikor elolvastam, hát meghatódtam. Persze büszke az ember is elfogult apaként, de hát némi tapasztalattal az újságírás írás területén úgy láttam, hogy fantasztikus eszköze rendszere van, és tudományos fantasztikum a fantazi világába kalauzolt el ebben a egyébként földön játszódó kérészekről szóló kis eposzában. A könyvet Karcagi Endre illusztrálta alkotásaival. A festőművész elmondta, a novellás kötet inkább a szürreális képeket kívánta meg, amelyekkel ő a 60-as években foglalkozott. Egyet csináltam mutatván, hogy hát az ennyi meg nem jó, de ilyesmiket lehetne. És az volt az első, azt hiszem az a címe, hogy Kandi kamera. Ez úgy megfogott, és akkor mondta Bandikám, ez nagyon jó, akkor csinált. Hát aztán így belecsöppentem ebbe a dologba. A végén már egészen érdekelt, megmondom úgy, ahogy van. Tehát nem az, amit én szoktam csinálni, de valamikor csináltam, és akkor egyre jobban úgy érdekelt. Úgy tervezték, délután 2 körül a szokásos ebéddel és a teríték előtti fényképezéssel fejezik be a napot. Vizsi Ferenc jelenleg 3 újabb köteten dolgozik, egy gyermek mesekönyv, egy önéletrajzi kötet, valamint egy megrázó emberi történeteket bemutató könyv várható tőle a közeljövőben.